Sziasztok, Matyi és Gergő vagyunk a Sneakerboxtól. Sziasztok! És ebben a videóban megpróbálom nektek bemutatni, hogy milyen a jó focicipő. Utána pedig unboxingolunk egy Adidas Predator 19 Plus, amiben világszerte egy csomó top focista játszik, tartsatok velünk! Na itt a Sneakerboxon a fociról aránylag ritkábban szokott szó esni, ennek ellenére vannak kifejezetten focis bloggereink is, mint például Dani, vagy éppen Matyi. Úgyhogy Matyi, mielőtt mesélsz a jó focicipőről, egy kicsit mesélj magadról, hogy mi a focival való kapcsolatod. Hát ez a kapcsolat ugye 10 évvel ezelőtt kezdődött, 5 évesen, akkor elkezdtem helyi csapatokba játszani, és akkor úgy voltam vele, hogy igazoljunk egy nagy csapathoz, és akkor NB2 A-osztályba játszottunk, és igazából az év viszonylag jól sikerült, csak volt egy betegségem. Utána visszaigazoltam az előző klubomba, és most a mai napig is ott játszok közép-közép poszton, U16-ban. Jövőre már U19-ben, de még U16-ban. És igazából ott focizgatok heti 3-4-szer. Télen-nyáron edzés. Télen-nyáron edzés. És akkor a pozíciódhoz egyébként mik azok a skillek, amik egyébként fontosak? Az, hogy ne parázunk, ha nálunk a labdát. Tehát amikor megkapod a labdát, az fontos a magyar fociban. Akkor muszáj szétnézned, és magabiztosnak kell lenned. Tehát, hogyha jönnek feléd, akkor megcsinálsz egy induló cselt, vagy valamit, és már passzolod tovább. Tehát ott nagyon fontos, hogy jól láss, meg jól indíts a pályán. A passz az nagyon fontos ott. És egyébként kik a kedvenc focistáid? Hát tavalyból nézve leginkább, amikor még a Real Madrid, az a Real Madrid volt Ronaldóval, akkor Ronaldo meg Isco. Hát szerettem még nagyon a Kovácsicsot is, de mostanában annyira nem kaptam rá így, hogy Ronaldo elment Madridból így. Így valahogy nem érzem. Egyébként a Madrid a kedvenc csapatot, gondolom, hogy ezek volt alapján. De nagyon szeretem például az angol focit is, az egy teljesen más világ a spanyolhoz képest. Pedig ugyanazt játszák, de tök máshogy. Viszont high-beast focisták talán mind a két csapatban vannak, sőt más csapatokban is. Igen. Erről írtál is egy cikket. Igen, erről írtam is. Például Benzema, ő a Real Madrid-nek a csatára, kisebb-nagyobb sikerekkel jó, de annyira nem szeretik ott, de ő nagyon high-biztos, tehát Yeezy 500-ast is hord. Yeezy... Nem játékhoz gondolom. Nem, nyilván persze, tehát rengeteg Balenciágát, Yeezy-ket, ugye általában úgy van, hogy amelyik szponzorcéghez vannak leszerződve, azt is hordhatják csak úgy, tehát nem is hordhat Nike-kat. De Ronaldónak is a Nike-ból külön cipői vannak. Igen, hát egyértelmű, igen, azokra Mesut Özilnek is rengeteg cipője van, ugye. Úgyhogy megvannak azért áldva ők is sneakerekkel. Most már sokat beszéltünk a focicipőkről, úgyhogy térjünk is rá, hogy milyen a jó focicipő, és ez legyen illusztráció az, amiben te játszol. Ugye ez egy Nike Mercury, igen. Jól látom. Szerintem kezdjük felülről. Mi a fontos egy jó focicipő felső részére? Nekem saját véleményem szerint, mivel ugye nem teremben játszunk, hanem kint fűvön, fontos, hogy zoknis legyen, hogy magas szerű legyen. Igen. Granulátum nem megy bele így, és jól tartja a bokát, meg így valahogy a bokának, meg a lábfejnek sokkal nagyobb összhangsúlya van együtt, szóval sokkal jobban érzed az egészet. Amióta te játszod, azóta léteszem, mert emlékszem, hogy ez mondjuk az elmúlt pár évnek a találmánya, hogy van három éve jött be ez az egész. És akkor én úgy voltam vele, hogy kell, mert ez akkor nagyon menő volt, akkor mindenkinek ilyen kellett. Jó, és néz ki egyébként. Igen, és nagyon praktikus, tehát a legjobb, amit tehettek egy focicipővel, az ez. És ugye, hogyha van ez az oknis felső rész, akkor értem, szükség van még ezekre a fűzőkre? Ez játékos függő, én azt mondom. Tehát aki szereti, hogy jó feszes legyen, és tényleg rászorulja nagyon a lábfejére, akár még a vérkeringést is elszorítsa, akkor... Ez biztos előnyös a sport egyébként. De nem olyan észrevető, ha nincs megkötve. Talán itt, ahol azért ez a szövetrész sokkal tágabb, mint mondjuk itt. De hát kinek hogy, mondom. Én beszoktam azért fűzni. És egyébként meg a felső résznél mi az, ami fontos? Hát szerintem nagyon fontos, hogy ne csúszom. Tehát ezért is vannak itt ezek a barázzák, hogy tapadjon meg. Igen. Erősebb a súlódás. Látom, itt a leghasználtabb ezen igen, a része. Hát ugye ott passzolunk leginkább. Fontos tényleg az, hogy barázdás legyen a súrlódás miatt, hogy leveszed, ne csúszson el, lövéseknél is fontos. Igazából nekem ez az első szempont, hogy milyen a felső. Úgy láttam egyébként, hogy most már inkább ezek a szintetikus bőrök játszanak, igen. már a normált, hát az... természetes bőr az szinte egyáltalán. Hát nem, mert ugye az könnyebben jön szét is, meg azért előállítani is macerásabb, meg drágább is. Mióta játszol egyébként ebben a cipőben? Három éve. Jól bírja, így látszik, egy kicsit így fel van jövő itt a igen, egyébként granulátumat is látod általában. Ebben minden van. Jaj. Sarokrész,
Hát itt már lyukas, de... De van valami különleges, amit tudni kell így a sarok részről? Tehát így látom, itt azért keményebb, tehát látszik, hogy belecuppan a lábad. Nehéz felvenni. Aha. Nehéz felvenni, macerás, de hát így különleges. Talán azt mondanám, hogy tényleg jobban fogja a bokát. Sokkal, sokkal masszívabban. Értem. És hogyha rámegyünk a talpra ezek után, milyen talptípusok vannak? Hát van éles, az a fémstoplis, azt csak füvön lehet használni. Van ez az az üveg, úgymond üvegstoplis, ezt lehet használni ugye füvön, meg műfüvön. Valamint van a, még a hernyótalpas, a salakon és műfüvön. Szokták általában, de van olyan, aki ugye betorra is, hogy az kopjani előbb, mint a talp. Ugye van a sima talp, meg a futszál. Ugye a futszál a terem, a sima talp, meg általában a betonos. Hát én ugye a sima talpúval, a terencipővel találkoztam, mert az én focista karrierem az nagyjából kimerült, ahol itt a lakótelepen itt rúgtuk a bőrt a srácokkal, hát nem voltam benne különösebben jó, inkább ugye a, már korábban is inkább ugye snowboard, wakeboard, egyebek irányába mentem. Úgy tölteléknek jó volt azért a játékban szerintem. Viszont ugye a teremcipőknél ott ugye azért gumitalp volt, azért volt valami talbetét, de azon kíváncsi vagyok, hogy ugye nálunk mindig ugye az ütődés csillapítás, hogy akár a deszkás cipőknél, kosaras cipőknél, még futócipőnél kurva fontos, hogy ennek a cipőnek a talpa kemény műanyag. Hát tehát így hol beszélhetünk ütődés csillapításra egy foci cipő esetében? A talajnál. Tehát aha, azt mondom, tehát a fűnél ott a föld azért puhább, meg, meg általában az, ha jól van nyilván gondozva, vagy, akkor az puha. Valamint a műfűnél is a granulátum az direkt azért van rajta, hogy, hogy egy puha érzést adjon. Ezért is nem jó egyébként annyira, ha üvegstoplisra játszol, mert túl puha és egyszerűen koptatja az ízületeket. Aha, értem. De ott tényleg a talaj adja vissza azt az ütődést. És a talbetétnek van valami szerepe egyébként? Hát puhább, mint az átlag focicipőknél, még a régebbieknél, amikor ugye bejött ez az egész műfüves téma. Hát sokkal puhább, de hát ez kell is. Mert alapból nem a legkényelmesebb cipő az, a focicipő. Tehát mindenki lenne inkább sima egy ultrabuszba, de abban nem lehet úgy focizni nyilván. Abszolút. Láttam már, hogy fociznak ilyen videókban, ilyen ízikben. Mennyire lehet abban? Fociszem a ízikben? Hát dekáztam vele, igen, de... Nem lehet egyszerűen úgy. Persze. Nem ugyanaz, persze, ez egy csónakcipő gyakorlatilag. Hát persze. Az tényleg nagyon puha talpa. Meg nem biztos, hogy a több százezer cipődet vagy százezer cipőt akarod szétrúgni. Lehet, hogy ezt inkább kihagyom. Na jó, akkor egyébként, hogyha bármilyen kérdésetek van még, amit nem érintettünk a videóban, akkor kommentben nyugodtan kérdezzétek meg Matyival együtt. Matyi egyedül szívesen válaszol ezekre a kérdésekre. És akkor most lássuk a Predator 19 pluszt. Az Adidas-tól Holman Dávid, válogatott magyar focista, Predator 19 plusz-et kaptuk meg unboxingolásra. Mit kell tudni róla? Hát Szlovákiában játszik a Bratislavában, 25 éves. Itthon előfordult olyan nagy csapatok, mint a Ferencváros, meg a Debrecen például. Lássuk, hogy miben rúgja a bőrt, ahogy ezt régen szokták mondani. Mondják meg így? Igen, mondják. Fantasztikus. Főleg a régi edzők. Főleg a régi edzők. Na mi van a dobozban? Na mi? Egy csoda. Itt van először is maga a csoda. Ezt csak így vegyük ki, mert azért messze nem merül ki a doboz tartalma azért ebben. Bőven nem. Van benne, hogy a leglényegtelenebbel kezdik egy cipőkanál. Bár, mint mondtad, nehéz azért felhúzni ezeket a cipőket, úgyhogy lehet, hogy nem is annyira lényegtelen. Én úgy látom, hogy van ebben egy... Plusz kettő talbetét. Úgyhogy majd megnézzük, hogy mi a különbség a között, amit most vettünk a dobozban, meg ami már benne van a cipőben. És ugye, ami nagyon fontos... A stoplik. Mert ugye élesről van szó. És ugye ezekben még nincsenek belecsavarva eredetlen. És hogy ne csak kézzel kelljen csavarozgatni. Csavarhúzó. És hogy ne kelljen feltétlenül dobozban tárolni a cipődet. Ilyen fasz a predátoros zsák is van benne. Hát akkor beszéljünk a cipőről, Matyi. Hol kezdjük? Kezdjük felülről, én azt mondom, aztán úgy menjünk alulra. Itt ez egy Prime felső rész kapott, mint az előző modelleknél is. 18 plusz. Nagyon ugye hasonlítanak az előző szériára. Itt is megtalálhatjuk ezeket a barázdás jeleket, ugye azért, hogy a súrlódást növeljük. És lehet, hogy sokkal durvábban van barázdálva, sokkal, mint igen, az igen a cipő, amit az előbb néztünk. Hát ez egy komoly cipő nagyon azért. Ezzel te még én is tudnék passzolni, hát, szépen barázdált. Ezzel mindenki szerintem. Most a szívit nem nagyon akarom kihangsúlyozni, de egyébként brutálisan jól néz ki ez a... Tetszik ez a piros? Nagyon-nagyon tetszik. Aztán szerintem a sarknál ez egy kemény gumiborítást kapott, ami egyébként elég jó minőségű, ahogy megnézem. Igen, 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 abszolút. Ez biztos, hogy tartani fogja ez biztos a bokádat. Hát gyönyörű.
gyönyörű a felső része. Illetve ezt control skinnek hívják, ugye ezt a, ezt a bevonatot nyilvánvalóan a labda irányítás miatt. De én is még laikusként is láttam, hogy tényleg passz, levétel, tehát így látszik, hogy azért különböző módon van barázdálva. Hát nem mindegy, nem olyan nagyon fontos, de a profiknál már ez is rengeteget tud számítani. Jó, rögtön kiszúrtam. És ugye az oknis felső rész igen, természetesen, és látszik egyébként, ugye itt bele is van írva, hogy prime knit, látszik itt is, hogy itt a boka csont résznél egy erősebb prime knitot látok, és utána látható, hogy egy ilyen cuppanósabb rész igen, van itt a... Igen, ez jól megfogja a bokát. Boka résznél, igen. Tökéletes. Egy csoda. És akkor menjünk át a talp részre. Ez egy éles toplis, ahogy láthatjátok, most nincsenek benne a stoplik, de... Azok itt vannak. Az sem mindegy, hogy hogy rakjuk bele, mert a hosszabbakat előre szerelj valami... fel, Mátyás. Szereljünk fel? Aha. Oké. Mert a hosszabbakat előre, a rövidebbeket pedig minél jobban a talpad közé, vagy közepéhez használjuk kell. Használjuk célszerszámot. Mert úgy gondolom inkább a lecsavaráshoz fontosabb lehet. Hát lehet, bár meg ezzel jobban rá tudod húzni, igazából ez a lényege. Gondolom az nem egy tipikus baleset, hogy a stopli ki szokott lazulni azért más nem. Közben, nem? Ezért sokkal jobban rá tudod szorítani, mint kézzel. Meg sokkal menőbb. Arra hát hasonlítjuk, hogy a snowboardomat összeszerelem a kötést. Hosszabbakat meg ide előre, valamit ide hát, jaj, ide hátra kell, mert ugye a sarkadon ott lépsz, mondjuk kocogásnál, vagy hátra sétálásnál. Aha. A futáshoz meg a lábujjhegy az meg elengedhetetlen, és minél hosszabb ott, annál jobb. Látom, ez az üveg, amit mondtál, vagy igen, az üveg stoplit is. Hát ez nem teljesen filmstoplis, de nem is tudom, van-e egyáltalán olyan. Mármint, hogy még van-e. De azért látszik, ez egy jóval keményebb stoplit bírom műanyagból van. Hát egyébként. Igen, meg nincs is lekopva már. Vagy még. Kurva jól néz ki, hogy így ütközik egymással az alsó anyag, meg ez a felső anyag, vagy így hát egyben van forra. Hát ez egy szó szerint a névből áradó ragadozó. Igen. Ez a cipő. Mindenki örülhet, hogy visszatért most így hosszú évek hát után. Igen, ugye? Egyébként nagyon nagy sztoria van ezeknek, mert nem egy híres focista lőtt benne hatalmas pillanatokat, meg hordta például Zidane is, aha, amikor azt a hatalmas kapáslövését lőtte, vagy a David Beckham, amikor a világbajnoki selejtezővel, Anglia 2-2-vel jutott ki az egyenesen a VB-re. Itt vajon mekkora szerepe lehet egy focicipőnek egy jó focista teljesítményen egyébként? Most nem mondom, hogy mondj százalékot, de mondj százalékot. Hát nem tudom, most az előző az én focicipőmhez képest ez egy jó plusz 20%-ot szerintem rá is tud dobni. Ezt meg kíváncsian várjuk, mert ugye ahogy mondtuk, Matyi egy ehhez hasonló cipőt fog letesztelni majd, és arra egy külön vlogban fog majd beszámolni nektek, hogy milyen a Predator 19 plusz bevetése. Ugye már kérdeztem az ütődés csillapítást, és akkor azt mondta, hogy a talbetétnek nem feltétlenül van nagy szerepe, viszont azért csak nézzük már meg, hogy ugye ezek a spare talbetétek, igen, hogy mi volt benne, vagy mi van benne. Hát ez valami hihetetlen. Nem is gondoltam volna, hogy van ilyen őszintén. Én se egyébként, amíg nem húztunk ki. Srácok, ez egy boost talp, egy olyan boost talp, amit nem láttatok, ez egy boostos talbetét. Focitipőben. Igen. Durva. Hát ezzel biztos megkönnyíti a ütődési lapítást. Hát ez biztos, mert egyébként ez se tűnik, ez egy evának tűnik egyébként, ez a normál. Ez is teljesen rendben, meg teljesen puha, de így tényleg, ahogy nyomogatja az ember a kettőt, hogy marha kíváncsi vagyok, Matyi, mindenképpen csináld meg, hogy az egyik meccsen az egyikben, a másikban, meg a másikban fogod tesztelni, mert marha kíváncsi vagyok a különbségre, mert ilyen busztapot még tényleg nem láttam. Hát ilyet én sem. Ugye az előbb a 19 plusz SG-t, az a soft ground, a puha talajra való cipőt néztük, és most lássuk a firm groundot, ugye a keményebb talajra valót, ami itt van. Aztán elmondtuk, hogy felső részben az ütökeltes. Lényegében ugyanaz tényleg. Egyedül az a különbség, hogy a talpon milyen stopli van. Az előzőnél ugye fémstoplik voltak a hátsón, az elsőn, illetve itt középen, itt viszont teljesen végig ez a műanyag üveg stopli található meg, ami tényleg azért a kemény talajra van jobban kitalálva, jobban... Erre van optimalizálva. Optimalizálva, igen. De hát full ugyanaz gyakorlatilag. De egyébként ezen úgy függön el lehetne játszani, mert ugyanúgy egyébként ezzel a... Persze, igazából nagyon sok különbséget nem fogsz észrevenni, de mégis ez egy plusz tapadás minden. Bár gondolom, hogyha még ráadásul nedves is a fű, vagy ilyesmi, igen, tehát azért... ott az sokkal jobban beleáll a fűbe. Aha.
ezért is kell utána a pályakezelőgép, gondolom. Igen. Utána ízé szétszántották ott a mezőt, igen. Ó, egyébként nem is vettem észre, hogy itt is be van a Predator egyébként. Igen, igen, igen. Mint egy hátra kis Adidas. Igen, hátra kis Adidas, szép kis részletek azért. Hát figyelj, Matyi, akkor nagyon várjuk, hogy mikor lesznek a tapasztalataid a 19 pluszra. Na srácok, reméljük, hogy tetszett ez a videó is, ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, kommentben pedig tényleg, ha bármilyen kérdésetek van a jó focicipővel kapcsolatban, akkor tegyétek fel Matyinak, és fog válaszolni, és persze kövessetek minket Facebookon, Instagramon, sziasztok! Sziasztok!